A nagy szakálló Már a tél elején nagy hó volt akkoriban, amikor az alábbi eset december 6-a táján megtörtént. A pince soráról híres faluban, hajóson, a hodován család legkisebb fia napok óta vígasztalhatatlanul sírt. Még éjszaka is patagzottak a könnyei, semmivel sem tudták szomorúságának elejét venni ringatták, csitítgatták, kérdezték, de a gyerek, aki addig már beszélt valamicskét, napok óta nem forgatta a nyelvét. Beteg ez az áldott jó gyerek, kíváncsiskodtak egy idő után a szomszédok is, bántotta a fülüket ugyanis, hogy a gyerek keserves hangja egyfolytában hallatszik az utcában. Nem tudjuk, mi lehet -e. Lehet, hogy megvert az ördög, mentegetőzött az anyja, miközben csitította, de a kisfiú nem hagyta abba a sírást. Nézték a gyereket jobbról, nézték a gyereket balról, előről és hátulról, de sehol nem találtak rajta egy-egy ütlegelésre való kék-zöld foltot, sehol egy kutyaharapást nyomott. Tanástalan és kétségbeesett volt az egész család, amikor az anyjának eszébe jutott, hogy van a faluban egy javasasszony. Elvitték hát hozzá a síró gyereket. A javasasszony lefektette, kezére és lábára csacsiszőrös, lónyálas mókus fülettett, sőt szállított egérlábat is lógatott elé, de a gyerek bizony ugyanúgy rít, ahogy előtte. Ó, asszonyság, ez a nyavaja nem gyógyítható holmi füvekkel. Valaki megijesztette a gyermekét. Addig fog ordítani, amíg ki nem derítjük, hogy ki vagy mit tette. Javaslom, öntsünk olmat fölötte, de ki, új, kiriasztotta meg ennyire. Nézett a dolgok elébe a javasasszony, és mire az anya válaszolhatott volna, már indult is a kútra a kezeletlen és szótalan vízért. Onnan visszatérve a kájha egy kanálban olmot melegített, lavort emelt a gyerek feje fölé a tisztított vízzel, majd a megolvat olmot a kanálból a lavorba öntötte, hogy az a hideg víztől ilyettében új alakot ölcsön fel. Ijesztgető, kiutamba állsz, varázslatom hason rád! Így kezdődött a ráolvasás, és mire az utolsó mondat is véget ért, mit ad Isten, az ólom a vízben egy szakállas öregember fejét formázta. Nézte az anya, nézte a javasasszony, nézte újra az anya, de a szakállas embert csak nem ismerték fel így aztán, biztos, ami biztos, koltyonként megitatták a gyerekkel az olmos vizet. Az utolsó kolty előtt a gyermek még hármat hüppögött, lenyelte a vizet, mosolyogva az anyjára nézett, s csodát, megszólalt. Elmondta, hogy amíg anyjáék a fonóba voltak, náluk járt a Mikulás, és annak krampuszai ijesztették meg. A gyerek az ólomból lett krampuszfejet hét állónapig viselte a nyakában és attól fogva már soha sem meg a Mikulás segédeitől, a krambuszoktól.